taktika mezőny. Ez azért lesz érdekes, mert ugye alapvetően a jobb taktika a rajt szempontjából a lágyumi, viszont aztán a teljes versenystratégia, a teljes versenytáp szempontjából jobb a keményebb keveréken rajtól, hiszen a pálya, ahogy gumizódik, utána annál jobban lehet majd használni a lágyabb keveréket a verseny második felében. Tehát az az optimális, csak hát, ugye, ha levesszük a rajtot elől, viszont tehát a rajtnál nagyon sok minden eldől lesz, úgyhogy alapvetően azért a rajta is érdemes gyúrni, viszont mint a Max Webber a 18. helyen van, néhány autót biztos át fog ugrani erőből már a rajtnál, meg az első körben, és utána lesz érdekes figyelni az ő tempóját az ére haladó csapattársájéhoz képest. Ez a hátsó hosszú egyenes szakasz, ez 1,2 km hosszú, a leghosszabb a Forma 1-es pályák közül. Itt lesz majd az előzési zóna, valahol a közepe tájától, egy picit hamarabb, mint a közepe tájától kezdődik majd az előzési zóna, tehát durva, mert 700-750 méter hosszan tart az előzési hely, ahol majd használhatják az állítható hátsó szárnyat, az úgynevezett DRS rendszer. A mezőny visszajött a rajt szélegyenesben. Elől jön tehát a tavalyi világbajnok Sebastian Vettel, mellőle fog rajtolni a 2009-es világbajnok Jenson Button. Mögülük jön egy újabb világbajnok, Hamilton, és mellette áll majd a Rosberg a negyedik kockába. Érkezik itt Hamilton. Mögöttük pedig a két Ferrari jön majd a harmadik sorból, Fernando Alonso és Felipe Massa. Ágesszári pályafutás a legjobb rajt pozíciójában a 7. helyről indulhat, Dinesztá a 8., Uregi a 9. és Vitali Petrov a 10. Itt jön a mezőny vége, Mark Webberrel. Azt már látni fogjuk a futam elején, hogy ez a kemény keverékű gumi hány kört bír ki, és mennyire tart tovább, mint a lágy keverékű, ezt majd Webbernél szépen le lehet mérni. Mindenkinek el kell foglalnia természetesen a rajt pozíciót. A legvégén jön a két HRT, Vitantonio, Liubival és Narai Kartikeyannal. Ők is beállnak, a helyükre is jöhet a rajt. Nagyon jól el, olyannyira nem, hogy Jenson Button megelőzi Sebastian Vettelt, és még Lewis Hamilton is bemegy Vettel mellé. Ketten, a két McLaren, ott vagyok, Vettel és Rosberg is bemegy Vettel mellé. És el is tud fordulni előtte. Itt még visszatámad Vettel, ez még nem dölt el. Most Vettel a jobb helyen, és itt az egyenesben ott hagyja végül Nico Rosberget. A két McLaren helyült első kettő helyen. Jenson Button vezet, Lewis Hamilton a második. És Vettel még mindig küzd a harmadik helyét, Rosberg ezt még mindig nem adta fel. Massa megint lerajtolta Alonsót, a háttérben látszik. És mivel Rosberg nem tudta emelni Vettel mellett, majdnem ezt kiasználta Felipe Massa, de végül Rosberg csak megragad a negyedik helyen, nem? Ez még nem biztos, hogy a két Ferrari esik a nyakára, Massa és Alonso. Nagyon ideges a Mercedes most itt, teli tankkal, az látszik, hogy Rosberg szenved vele. De valahogy csak összeszedi a Mercedes, szépen támadta Vettel, utána azonban, miután az nem jött össze, megérkezett a két Ferrari, de nagyjából most megnyugodott az élmezők. Button nagyon szépen rajtolt, ott hagyta Vettel. Én nem tudom, majd meglátjuk az ismétlésből, hogy működött-e a Vettel. Vettel szorult, de most inkább azt kell mondjam, annyira jó volt az első két futamon a rajtja, most Vettel kicsit beragadt a két McLaren, nagyon jól kapta el. Adrien Sutil volt még, aki jó rajtot fogott és közvetlenül ott.